Sziasztok, ez itt a 31. Büntető Podcast. Én Máté vagyok, és itt van velem Bruce. Sziasztok! Gyula! Hello, hello! Patrik! Sziasztok! És Tamás! Szervusztok! Remélem mindannyian úgy köszöntöm be ez a sziasztokkal, de végül ez nem jött össze, úgy látom. Majd legközelebb figyeljétek, vegyétek fel a ritmus vagy a fonalat. A hét legfőbb eseményeit a Bajnokok Ligája és az Európa Liga meccsek tették ki, és ezek is lesznek a fő témáink. Csapjunk is bele. Az első meccs, amiről érdemes beszélni, hogy a Barcelona-Atletico Madrid összecsapás, ahol aztán végül a Barcelona tudott győzni a hazai pályán. Srácok, pontos megjegyezni, hogy általában minden témához, aminek nincs köze a Barcelonának, tudunk szerezni barszás embert, most igen. Nem tudtunk. Szívesen. Igen, hát most ez így alakult, hogy Barcelona szurkoló nélkül besézzük ki ezt a mérkőzést. Ahol ugye valami közünk nekünk is, amúgy egy volt Liverpool is volt Chelsea játékos talált be ugye legelsőnek a meccsen, ugye Torres, aki aztán ki is állította magát az első meccsen, és egyik ismerősen mondta nagyon jó, hogy Torres ez egy fél időn belül csinált annyit, mint más egy szezonban nem csinált, hogy gól, sárga, még egy sárga. Betegség, ő ezt a Liverpoolba is megcsinálta, a Chelsea-be is megcsinálta, szerintem hiányzott neki az Atletico-ban. De mi a második, nem tudom, második sárgát néztem. Jó, hát az nem az tudom, most, hogy nem jó, tudom, az elég necces volt. Tehát ez szerintem, nem tudom, nem az olyan, hogy így, összefutottak, és akkor így beleszakad a lábuk. De konkrétan előtte azt hiszem volt, tehát úgy volt, hogy kapott egy sárgát, utána volt valami, amiért rászólt a játékvezető, és utána megcsinálta a szabálytalanságot megint. Igen, mert mondjuk a lassításból látszik, hogy nem annyira durva, de ott a helyszínen lehet, hogy másképp nézett ki, úgy hirtelen. Hát meg Busquets is szokásához kíván azért kihozta a lehetőséget, tehát a legtöbbet a szituációból. De tényleg a hülyeség volt ez részéről, ez egy kár voltam, hogy... Mondjad, bocs. Ennyit akartam, hogy kár volt, mert érdekes meccs lett volna, lehetett volna belőle, de hát így jött a szokásos, gyakorlatilag papírforma végül is. Én azon csodálkoztam, hogy tényleg, ahogy már mondtam, és szerintem ezzel Patrik is egyetért meg Máté is, hogy ez neki egyszerűen mániája. Tehát ő, amikor sárgát kapott akár a Chelsea-be, akár Liverpool-be, ugyanúgy megcsinálta azokat a buta faltokat. És ez azért ilyen szinten... Nem lehet, hogy a gól miatt egy ilyen fontos meccsen ezt akartam pont mondani, hogy Chelsea-ben volt az az időszaka, amikor nagyon az egyik olyan amikor időszaka, ontotta amikor, a gólokat, nagyon, olyan amikor nagyon sok ideig nem lőtt gólt, az egyik ilyen, és aztán szerzett egy gólt, aztán három meccsen keresztül. Jó, azt jól elmondtam. Tehát nem egy gólt szerzett három meccsen keresztül, hanem három meccsen keresztül szerzett gólokat. És a harmadik meccsen, ugye az lett volna már az a, és a harmadik meccsen volt az, azt hiszem pont a Swansea ellen játszottunk, lőtt egy gólt, 2 perc rá a félpályánál nyújtott lábbal rácsúszik a védőre. Ugyanott, ahol most kapta a második sárgát. Kérdem én, minek? Tehát, hogy most tényleg akkora adrenalin ütlem lenne neki az, hogy... Talán egy Hull City ellen játszotta ezt, elérted, akik a kiesés ellen küzdöttek, szóval még csak nem is egy erősebb középcsapat ellen, vagy bármi, hogy olyan nagyon veszélyes lenne a szituáció. Hát igen. Igen, és vele kapcsolatban... Ez most elsőként... Patriknak akarom kérdezni, hogy azért a Liverpool is jellemző volt rá, de neked olyan valami régi ilyen kedvenc emléket Torresről, amikor ilyen teljesen meghűlt? De éppen azt, hogy mondtad ezt, hogy mennyire ilyen volt Liverpoolban, nem. Nem tudom, ott még helyen, még fejben ott volt. Jó, hogy mondtad ezt, hogy félpályán, hogy rácsúszik, azért az jellemző volt rá, akkor egy kicsit úgy tényleg védőnek érezte magát, de kvalitásban nem volt az meg. De nem tudom, nem volt olyan elszállt agya egyik meccsen se, hogy valami olyasmit csinált volna. Hát ha ez gólszerzésben hozta ki belőle, akkor imádtam minden egyes pillanatán, de nem tudom, én nem is emlékszek arra, hogy kiállították volna valaha. Most megnézem. Jó, most. És vele kapcsolatban egyébként az az érdekes, hogy ugye nem egy fiatal tehetségről van szó, hanem egy 32 éves játékosról, aki már sok mindent megért, és ennek ellenére se tudja, úgy látszik,
megfékezni magát ezekben a szituációkban, pedig már több ilyen hasonló rangadón vett részt, és játszott, és bizonyított. Ezért is érthetetlen ez. Te pont ezt erre lehetett volna azt mondani, hogy mondjuk már lehet, hogy pont amiatt, ami miatt ilyen idősebb nem fogja már megtanulni. De amúgy nekem meg ami a meccsről eszembe jut az az, hogy nem tudom, ki nézte itt közülünk rajtam kívül. Aki még én is láttam. Hogy ami nekem nagyon szemet szúrt, az az, hogy az első fél időben egyáltalán nem látszott meg az Atletikon Torres kiállítása után se, hogy megszeppennének. A másik fél idő viszont nagyon most lett mellékkapuzás volt. De ha megnézitek, a Barca ugyanabban a hibába esett bele, mint annó az Atletico ellen, amikor kiestek, meg annó az Chelsea ellen, amikor kiestek, hogy egyszerűen annyira rohantak előre, hogy konkrétan azt hiszem a közép, tehát a 20 méteres vonalnál az Atletico kapuja előtt már Piqué és Mascherano passzolgatta. Na most, hogyha egy ügyesebben kontrázó csapat van ott, mint az Atletico, ezt nagyon megszívhatják. Tehát ez ennyire kitámadni egészséges a 24. századbeli fociban? Igen, ez... Igen? Hát, de nem a 50. percben, a 80. megérti az ember, meg ha visszavágón lenne, de így, hogy odavágón 50. perc, azt én is néztem, hogy az túlságosan bele. Minden jó, Atletico azért nagyon keményen védekezik, szóval ennyi kell ahhoz, hogy föl tudják törni. Meg azért nem voltak azok a nagyon tiszta helyzetek, hanem éppen így úgy pattant, aztán úgy került a Suárez elé mind a két labda, hogy egyik ilyen hipcsantan rúgták. De akkor is azért eléggé... Mondjad? Ez lett volna egyébként a másik dolog, amit mondani akartam, és pont azért próbáltam belevágni, hogy ahhoz képest, hogy végül sikerült ezt a két volt össze, az egyik se valami kidolgozott helyzet volt. Tehát mind a kettő ilyen rárúgták, oda pattant, de ment. Tehát, hogy... Ez felátvédelem ellen, ezt lehet legjobban. Ez is igaz. Ez azért... Nem tudom, meg... Mondjottam. Igen. Mondja nyugodtan, utána elkezdem. Neked akarod mondani, hogy mondom, pont ez az, amiben szerintem belebukhat esetleg a Barca, hogy most az Atletico óta, ahogy mondtad, jól is védekezik, de ugye most, hogyha még van olyan csapat a BL-ben bőven, akik jól is kontráznak. És szerintem, hogyha például a Bayern vagy a Real megmeri ugyanazt, az a Real-t azt láttuk, hogy az meghúzta és meg is nyerte a meccset. Most, hogyha ezt a Bayern eljátsza, mert valószínű velük fognak találkozni, a Real-ról ugye nem biztos, majd erre áttérünk. Szerintem a Bayern így képen, vagy egy pont volt erről kérdés, még nem tudom hány podcasttel ezelőtt, hogy van-e valaki, aki meg tudja állítani a Barcát. És ez a Real, meg az Atletico elleni meccs megmutatta, hogy bőven van. Tehát, hogy megvan ennek a Barcának is az ellenszere. Na csak a Bayern, hogyha például Bayern-Barca mondjuk elődöntő lenne a következő körben, akkor ezt megléphetik, de akkor... Nem tudom, szerintem Pep Guardiola az be fogja vállalni, hogy ugye a saját játékát játszhatja majd a csapatával, tehát nem fognak beállni védekezni. Tehát pont talán a előző szezonban a BL-ben volt, hogy találkoztak, nem tudom melyik körbe, egyenes késéses szakaszba, és ott is azt csinálta Guardiola, hogy felvette ezt a Barcelona ritmusát, illetve ugyanaz a fajta focit játszatta, tehát a saját stílusát próbálta ráerőltetni a Barcára, és ugye úgy viszont meg kikaptak. Tehát a Bayernről nem tudom elképzelni, hogy beállnának védekezni, de nem tudom, lehet, hogy megpróbálják, attól nem tudom. Nem tudom elképzelni Guardioláról, hogy azt mondja, hogy jó, akkor most védekezünk és kontra. Tehát, én meg azt akarom, ez egy érdekes kérdés lesz, hogyha esetleg az jön neki döntőre, hogy Bayern, Manchester City, és a Manchester City nem BL helyen van, és ugye a döntőt a Guardiola a leendő csapatával játsza, akkor ez a helyzet az most mennyire kényelmetlen. Hogyha megnyeri a Bayern, akkor jövőre nem lenne neki BL a City-nél, viszont ha elveszti, akkor meg azért elveszti. Szóval azért még Bayern is ismerősen küldött egy cikket a BL-től, hogy van valami ugyanolyan kivetés a Guardiola szerződésében, mint ami Rafa Benitez-nek van a Newcastle-nél, csak azért különbségben, hogy ha ezt meg ezt bizonyos nem sikerül elérni a City-nek, akkor nem ír alá?
Hát ezt akkor kezdték el egyből hozni, tudom, amikor bejelentették, hogy jó, akkor hivatalos, Guardiola megy a Cityhez, és akkor utána elkezdtek kikapni. De tehát így 2-3 héten keresztül, tehát sorozatban kikaptak gyakorlatilag, vagy rendszeresen, és akkor utána, amikor ez így kezdett necces lenni, akkor úgymond idézőjelben érdekes módon ez így elkezdett terjedni. Tehát ez most nem lehet tudni, hogy ez mennyire biztos. Ha esetleg az a Football Leagues lehozná szerződését, de szerintem ez kizár dolog, hogy ezt meg tudják szerezni, akkor esetleg láthatnánk, de szerintem nem, nincs benne ilyen. Akkor mondom, ez a Football Leagues, ez nagyobb felkavarást okozott, mint a Fappening, mikor kijött. De ez most hihetetlen, hogy milyen eléréseket hozadnak a kis blognak. De amúgy azok is érdekesek, amilyen szerződések ott le vannak írva, nem tudom, talán a Benatiáé volt, az nem tudom, azt olvastátok-e, hogy ilyen idióta kis dolgok vannak benne, hogy egy mérkőzésen a lecserélése utáni való tehát valami ilyesmi volt, hogyha lecserélik egy meccsen, és utána kap a Bayern gólt, akkor nem tudom mennyi pluszt kap ő. Most ez milyen? Tehát most lecserélnek mondjuk a 10. percben lesérült, és a Bayern azon a meccsen kikap 2-0-ra. Akkor az csing-csing. Én szóval ez szerződésre lepődtem meg, most nem azért, mert hogy United-esként a Liverpoolt elkezdem, csak nekem meglepő volt, hogy az alapján, amit lehozott a Football Leagues a Luis Suárez szerződésével kapcsolatban, illetve átigazolásával kapcsolatos pénzügyekről, gondolom, Patrik, nem tudom, hogy mennyire vagy képben. Ja, láttam. Ja, hogy ugye állítólag az a sztori, aztán Patrik lehet kíváncsiak a véleményedre, hogy ugye elmentek az a sztori, hogy úgy csinálták meg, hogy nem kértek, vagy nem szabtak meg semmilyen olyan részletet, hogy bizonyos gólok után, vagy megnyert trófeák után, például az alap például kb. Minden szerződésben egy nagyobb játékos átigazolásánál, hogyha megnyerik a BL-t, stb., akkor ennyi meg ennyi millió font, vagy 500, tehát minimum ilyen 500 ezer font jár a klubnak, aki eladta meg ilyen bónuszként, tehát, és akkor általában most az jött ki, hogy a Liverpool semmiért nem szabott meg. Olvastam ezt a szerződési valamit, hát ugye eleve az, hogy amikor átigazolt, akkor hivatalosan 71 millió fontot írtak, hát ilyen ezekkel a jövőbeli költségekkel, de ugye ez, amit kihoztak, ez a, hát nem tudom, hogy ez a hivatalos papír, ez meg 64 vagy 65 millió, de ugye ez is nagyon sok részletre föl van darabolva, hogy de ugye ez a feldarabolás is olyan, hogy úgy néztem, hogy direkt olyan időszakaszokra van lebontva, amikor ilyen klubok általában pénzösszegekhez jutnak, szóval a BL csoportkör után, vagy ilyen első kiesési szakasz után, szóval az akkori bevételeket akkor fogják átutalni. Szóval azon a nyáron, amikor eligazolt, akkor szerintem 35-40 millió volt az egybőli, és úgy az a 20-25 millió pedig a későbbi átutalás, de tényleg ilyen teljesítményre való nincsen. Pedig nálunk, ha mi veszünk, akkor ott eléggé jellemző az, hogy úgy akarunk venni, hogy minél kevesebb a sima összeg, és hogy nagy része pedig a teljesítményen legyen. Izinek a szerződésére lennék nagyon kíváncsi Martiálira, mert ugye nála hallottak egy-két érdekességet, hogy talán valami olyasmi van, hogyha bizonyos szintet megüt, akkor ki kell fizetni a Monakónak a 80 milliót, vagy most nem tudom, hogy van ez. Micsoda? Na, pontos összeget nem tudom, de egy az, hogy alapból elég drága volt, és akkor úgy van, hogy, mert ugye szenzáció hajház címek, amikor átigazolt a Unitedbe, úgy hozták le egyből, hogy 80 millió euróért vettünk meg egy 19 éves srácot. De az összes bónusszal együtt, hogyha minden teljesít. De az kb. Az olyan, hogy x éven belül megnyeri az aranylabdát, gól király lesz, x számú gólt lő a bajnokságba, x számú meccsen pályára lép a United első felnőtt csapatába, és x számú meccsen pályára lép a válogatottba. Most így hirtelen ennyi minden jut eszembe. Tehát ilyen minden, tehát hogyha minden ilyen extra ilyen teljesítményt, tehát minden ilyen követelményt betölt, akkor fog a végösszeg 80 milliót elérni. És azon gondolkozok, hogy
Falcónak is volt valami ilyesmilyen állatok? Talán? Hát a... Egy bizonyos gólt meg az izét, hogyha meglő elér, akkor kötelesek vagytok megvenni, vagy valami ilyesmi volt. Jaj, nem tudom, nem vagyok benne, nem vagyok benne biztos, nem vagyok benne képbe, talán Tamás tud erről mondani, mert én nem emlékszem rá. Én kb. Annyit tudok tippelni, vagy valami olyasmi, emlékszem, hogyha ha jól megy, tehát így egyértelműen, tehát hogyha ha jól megy neki, akkor véglegesen átigazolhat, és egy baromi nagy összegért. Nem tudom, Tamás esetleg tud részleteket, én nem. Én sem igazán, de... Na jó, hát akkor ennyit a Barcelona Atletico Madrid mérkőzésről. Jó meccs volt, tovább. Ugye ezen a napon rendezték még a keddi napon a Bayern München Benfica mérkőzés, amiről most igazán annyit lehet elmondani, hogy talán csalódáskeltően kevésbé volt sima, mint várhattuk. Talán ez jó megfogalmazás, nem? Mindenképp, ha Bayern drukker vagy. De szerintem alapból is, ha az erőviszonyokat nézzük a Bayernnek, a hazai pályán szerintem nagyobb különbségek kellett volna győznie, nem? Hát ez papíron szerintem biztos, de amúgy Benfica, nem tudom, én emlékszem még, amikor még Szürelexnek így a utolsó, utána utolsó előtt tévében volt egy olyan BL szezon, hogy kiestünk a csoportkörből. És ott is a Benficával együtt voltunk, és iszonyat szívós csapat. És amúgy mindig is, tehát baromi jó játékosaik vannak, meg nagyon sok tehetség van a csapatukban, úgyhogy szerintem nem lesz olyan sima a visszavágó, de ki tudja. Én arra tippelek, hogy necces lesz. Pont, ezt akartam mondani, hogy mondom, pont te mondod azt, hogy azért a Bayernnek egy Benficának kell van, csak emlékezz, most tök jó, hogy felhozta Gyula is, hogy milyen volt Unitednek, hát mi ellenünk játszottuk az Európa Liga döntőt, hát igen, ahogy megszenvedtünk ellenünk, hát a 90-ban annyi percbe tehetünk be egy... Ivanovics megoldotta végül. Jó, hát nem azt mondom, hogy de a jelenlegi keret alapján a Bayern simán felé, a Benfica felé van sorolva, szerintem nem tudom, több szinttel, szerintem. Ja, abszolút. De hát most jó, persze lehet velem vitatkozni, de mert az akkori Chelsea se volt azért a legacélosabb, azért ezt tegyük hozzá, meg nem tudom, mikor láttam utoljára egy teljesen erős Chelsea-t. Tavaly. Hát... Az egy jó szezon volt inkább, de... Na mindegy, szóval azért nem lehet azt mondani, hogy egy bomba keret volt, az sem. Csak ki lett belőlük hajtva maximum. Ennyi a cigi, ennyire elviszi az izét. Ennyi, hát most tudom, én vagyok az emus, mint nem dohányzok. Ennyire hiányzik a cigi, hogy már bevallott, hogy valami rossz vagy. Inkább ilyen füstölgős oltásokat próbálok csinálni a saját csapatomra, csak hogy valami kis füstszagot érezzek. Egyébként ugyanaz, amiért Barcelonánál jó meccs volt, nagyszerű volt, tovább itt a Bayern. Tovább, és akkor... Még a Benfica az annyit... fűznék hozzá, hogy ugye azért hogyha eltekintünk egy-két ilyen rosszabb évtől, azért a portugál csapatok rendre ott vannak, és hogyha ott vannak, akkor elég markás teljesítményt nyújtanak, és elég sok helyi menetelnek ebbe az Európai Kupa boronon, legalábbis az Európa Ligába. Ez komolyan veszik, mert ha bár a bajnok ligájához képest nem is ugyanakkor a pénzdíjazásra jutalmazzák a legjobb csapatokat, de a portugál csapatoknál a portugálok ezt is úgymond megbecsülik, vagy komolyan veszik ezt a sorozatot, mert ez a játékosoknak is egy ugró deszka lehet, amikor az európai élcsapatok észrevehetik őket. Hát igen, főleg ugye azért a portugál csapatok úgymond ez a játékos nevelő Porto, Benfica, meg a Sporting, ezek, akik ugye kinevelik a fiatal tehetséget, akiket később majd megvesz egy nagyobb csapat. Egyébként még a Porto-nak az igazgatója nyilatkozta, még amikor utoljára a Porto a United-re lesz összesorsó, hogy ők kis csapatnak sorolják be magukat európai szinten, és nekik minden meccs a BL-ben, meg az Európai Ligában megtiszteltetés, és úgy is állnak hozzá. És ez valahogy azért látszik is rajtuk általában. És minden egyes csapatnak így kellene szerintem felfogni, ezzel a mentalitásra kellene hozzáállni. Igen. De ez már csak külön. Igen. Pont múltkor Gyula, meg Patrik, nektek emlékszek erre a nagyszerű
kis rövid beszélgetésetekre a United Liverpool előtt, hogy nem csak ez, hogy a játékosok nem érzik a súlyát annak, hogy most a BL-ben vannak, de se a rangadókat nem érzik, sem ezek. Tehát, hogy annyira... Nye. Tehát, ahogy emlékszem, akkor mondtátok, hogy ezek a játékosok nem is éreztétek úgy, mint a United Liverpoolon lennének, hanem csak, mint hogy egy normális meccs lenne. Tehát nem érzik át azokat a dolgokat, és ugyanez van a BL-el is. Mert most a Benfica Porto ennek hatalmas, de teszem azt, ez a Barcelona Atletico, hát én az Atletico helyében meghaltam volna a pályán. De ők meg úgy vannak szerintem vele, minek úgyis jövőre is bejutunk. Meg az a baj szerintem, hogy ezekből már túl sok van, ezekből a rangadókból. Én nekem a... Jó, most ez egy kicsit áttér a Premier League-re, hogy mindig mondják, minden egyes héten van londoni rangadó. És úristen, lesz egy londoni rangadó. Ha nem a bajnokság harmada, nem londoni csapatból állna. Vagy ez is, hogy meg a BL-ben is állandóan nagy meccsek, szóval majdnem már több a nagy meccs, mint a kicsi, aztán elveszik az a hype körülötte. És a hype az megmarad, de hogy az elszántság a játékosoknál nem. Pont azt hallom, hogy mindig ugye a United Liverpoolnál is mondták, és most ez tök jól át lehet majd vezetni arra, hogy ugye most hétvégén is van egy olyan rangadó, ami 10 évvel ezelőtt olyan lett volna, ami leültet minden gyereket a tévé elé, most meg úgy vannak vele az emberek, hogy a Juventus Milan. Hogy nem is az érzésem, csak hogy most mindenki arra fogja, hogy úgy most a Liverpool meg United milyen rossz formában van, na és? És? Tehát, és akkor most például egy Atletico, most maradok az Atleticónál, ők miért nem halnának meg a pályán? Tehát most jó 10 ember. Hát, hogy ott volt Torres, ő meghalt a pályán. De én is azt mondom, hogy Simeone konkrétan örült a 2-1-nek. Tehát ő időhúzó cserét hajtott végre 2-1-nél. Jó, hát azért ezt ne felejtsük, hogy idegenben játszottak, meg megvan az idegenben lőtt gól. Ugye egy gyengébb csapat mindig örül, ha megvan az idegenben lőtt gól, és nem kapnak 2-nél többet. Ugye a Chelsea is sikernek könyvelt el a PSG ellen, ugye Párizsban a 2-1-es vereséget, úgyhogy valahol ez érthető azért. És ez jó. Hát nem azt mondom, hogy jó, de egy Barca ellen idegenben, ugye... De alapban ez idegenben 2-1-re kikapni, azért ez valahol egy kicsi előny, ahhoz képest, mondjuk, hogyha teljesen kinyíltok és kaptok 4 gólt, akkor mondtam már, hogy jössz vissza, érted a meccsbe. Így még megvan egy pici fogóckodó a következő. Egy ilyen körkérdés, csak gyorsan nektekinek van hozzáfűzni valamit. Tehát most ez elmondtad, hogy azért egy Barca ellen ez jó. 10 évvel, nem is mondom 10 évvel, mondjuk a 2006-os, 7-es, na és csak ott jöttünk, hogy 10 évvel. Ez csak az, akkor 10 évvel ezelőtt itt egy passzus, de régen volt. Te időben, ha elkezdődött egy BL. Ó, régen minden jobb volt. Ha leteszed a kezedet, se tudtad volna megmondani, hogy abban az évben ki az esélyes. Nem lehet, hogy jó volt a United, mert ők akkor mindig jók voltak, meg jó volt a Liverpool, meg a jó volt akkoriban a reális. Én már most tudom válaszolni a felső kérdésre. De nem úgy álltál hozzá, úgy, mint most, hogy jó volt a Barcát, majd kiveri meg. Ezt tudod miért volt? Mert még volt Angliában európai szintű futball. Nem, mert a Juventus, a Milán, meg mindenki ott volt. Ja, a Milán is, ja, meg ők is épp ez volt az, hogyha megkapta a Barcelona akkor a Milánt, bármilyen formában legyen a két csapat, tudtad, hogy nem tudod eldönteni, ki fog tovább menni, mert nincs esélyes. Két meccses kiesési sorozat. Nincs esélyes. Mindkét csapat 50-50%-kal indul. Én ezért gyűlölöm azokat az edzőket, akik azt mondják, hogy hát ők erős, jobb a keretük, 75%-uk van. Nem. Ha egy bajnokságban lenne, akkor ha erős a kereted, előny. Ez 2 darab meccs. Itt nincs ilyen. És ezt elmondta valami kommentátor a PSG City meccs közben is. Hogy itt nem egy bajnokságra kell keretet kialakítanod, még most lehet, hogy vannak sérülések, jó, ha nagyon sok sérülésed van, megértem. De hogyha megvan a teljes kereted, két meccsre kell őket felkészíteni. És pont Kloppnak ez a filozófiája, ha jól tudom, hogy minden fejben dől el. Tehát arra két meccsre te lehetsz a világ legjobbja. És ezt millió meg egy csapat megmutatta már, hogy képes rá. Persze. És csak az egész 2012-es Chelsea is BL szezon csak ezen múlt. Mert nem mi voltunk a legjobbak, de ott nem volt senki se esélyes. Most ez törött egy könycsepet a szemem sarkából. Ez nekem, ez annyira hülye felfogás, hogy
Hát de azért idegenben jó volt, jó a kettő. Hagyjad már! Jó, Én nyilván, egyszerűen... de figyelj, de most jelenleg tényleg ez a helyzet, hogy van a Barca, a Bayern, meg talán a Reát lehet ide sorolni, hogy az emberek örülnek, ha nem belük sorsák össze őket, és utána van egy második vonal, mondjuk ahol be lehet sorolni mondjuk a PSG-t, a City-t, mondjuk az Atletico-t, meg még egy-két csapatot, akik úgymond a másodvonal, és onnantól kezdve lefele vannak csapatok, akiknek minden meccs egy örömjáték, mert gyakorlatilag ez van. Most ezek az erőviszonyok régebben más volt, ez lesz még megint máshogy, lesz úgy, hogy csak a Barcelona fog indulni a BL-re. De figyelj, de most ez a helyzet, most ha ezt akárhogy csűrjük, csavarjuk, most ezen nem tudunk változtatni, jelenleg tényleg a Barca az egyik, meg a Bayern úgymond a két fő esélyes kb. Erre a sorozatra, már az elmúlt 2-3 évben egyfolytában. Most ennek sok oka van, ugye már többször beszéltünk arról, hogy miért ilyen rossz az angol futball, meg miért ilyen rossz az olasz futball. Ez a kettő most pont így alakult, hogy ez a két amúgy nagyon jó bajnokság, most nem tud olyan erős csapatokat szállítani az európai porondra. És most ezek a spanyolok marhára örülnek, meg a németek, mert vagy hát főleg a Bayern mitán fanok. Vagy csak a spanyolok körül van ez a hangulat, hogy hát ők erősek, meg minden, az angoloknál meg ez van mondjuk. Igen, valahol azt hiszem a média is rátesz egy lapáttal erre egyébként. Alaphangon én nekem annyira fejemben vannak most aprócska reklám, régen vettétek kisebb korotokban a Starsportot. Ha kinyitottad, megnézted, hogy mondjuk most lesz egy Inter Milan United. Ha elkezdted olvasni, az volt, hogy 10 pont az Inter mellett, meg 10 pont a United mellett. És akkor olvastad, hogy ez meg ez meg ez, akkor minden meccset úgy vezettek fel, hogy ez egy hatalmas rangadó. És manapság így mondjuk fognál idézőesen egy Starsportot, lenne egy United, nem tudom, Bayern München, az lenne, hogy 5 ok amellett, hogy miért kap ki a United, és 10 ok amellett, hogy miért nyer a Bayern. És ezt az angol média is így hozzá, az olasz is, a német is, stb. Ez annyira, nem tudom, néha már konkrétan úgy vagyok, hogy amit olvasok neten, amiatt nem akarom megnézni a BL-t. Úgy van, hogy minek? Tehát konkrétan már tényleg megrendezik a meccseket az embereknek. Most is, ahogy kikapott a Real a Wolfsburgtól, már mindenki arról beszél, hogy majd a visszavágó. És ugye itt is hallottam egyik őtöktől pont mielőtt elkezdtünk beszélni, hogy én beállom, én majd a visszavágod elintézve rá, nem kell itt 10-10. Ma alaphangon ez a felfogás. Most ez megtörténik régebben, mindenki azt mondta, hogy azt most a Reálnak oda kell tenni magát, a Wolfsburg innentől kezdve esélyesebb. Most még az a Reál hát, tudom, itt, ha a Reál kikap, lesz szokak a cikiről. Jó. Most jó, te Reál, az kikaphat, tehát a Reál az nyerhet kettőjére, úgyhogy nem mennek tovább. De én még tartom magam ehhez, de hát akkor lapozzunk, akkor ha már úgy is ilyen sokat beszélünk a BL meccsekről, akkor lapozzunk a szerdai meccsekre. Ugye akkor ha már én szépen átvezettük, hogy a Wolfsburg 2-0-ra legyőzte a Reál Madridot ugye hazai pályán. Megvallom őszintén, nem láttam a meccset, összefoglalót néztem róla. Nagyjából ezt ugye ti ezt mondtátok, nem is tudom, pár adással ezelőtt, amikor beszéltünk, hogy nagyjából kinek milyen esélye lett, amikor a sorsolásról beszélgettünk, ti mondtátok, hogy ne írjam le a Wolfsburgot. Én még most is tartom magam ahhoz, hogy szerintem a Real innen simán vissza tud jönni, és szerintem vissza is fog, és én nem, meg nagyon meglepődnék, ha Wolfsburg jutna tovább, még így is. Hát azért... Már egy vagy. Most eszembe jutott az a kis orosz gyerek, aki ott ül, mert elvették tőle a képet. Az... Ezt így mutat magának. Na, én a Patrikkal egyetértek. Hogy pontosan. Jó. Szerintem nem lesz sima. Nem mondtam, hogy sima, de szerintem a Reál fog tovább jutni még így is. Ez ugyanolyan. Nem, egy döntetlen lesz. Már ebből kiindulva. Én nagyon Dortmund, amúgy nagyon Dortmundra elhangulatot érzek, ugyanebben a jövőben esett bele, akkor is erre jár. Ott is ugyanaz volt. Kikaptak. Hírre nem állt össze a kép egy pillanatra, hogy mondom, hogy kerül a Dortmund a bajnok pályába. Hát, úgy, amikor legutóbb elmondtuk. Leesze, most megem, leesett. Dortmund a BL döntői mellett, akkor ugyanez volt a Realnál. Fest ugyanazt látom. Elbízták magukat, nekik ez könnyű.
kikaptak, majd úgy mennek, hogy majd a visszavágón, ha ott lő egyet a Dortmund vége. Én ezt most megmondom, szerintem Dortmund, Wolfsburg, annyira hasonlítanak. Tehát, hogy szerintem, hogy egy gólt sikerül szerezni a Bernabeu-ban a Wolfsburgnak, akkor eldölt a meccs. Tehát én abban biztos vagyok, hogy 4 gólt nem fog vinni a Real nekik. Túl jól védekezik ahhoz a Wolfsburg. Na jó, nem tudom, hogy jöttök vele. Szerintem úgy az érdekesebbik mérkőzés azért ezen a napon azért mégiscsak a PSG City volt. Erről talán többet lehet egy kicsit beszélgetni. Ugye Ibrahimovic büntetőt hibázott, aztán egy potyagolt szerzett. A City aztán 2-2-re lehozta ezt a meccset. Itt, ha jól emlékszem, talán egyöntetően azt mondtuk, hogy a PSG esélyesebb, de aztán ezután a mérkőzés után ez változott valamennyit? Vagy árnyalódott? Hát idegenbeli lőtgól előnye van a Citynek, de hát... Hát azt mondtuk szerintem múltkor, hogy PSG esélyesebb, de éppen hogy. Hát, hogy necce, ez is olyan hogy necces lehet. Tehát, hogy mindenki azt várja, hogy PSG majd simán túllép a Cityn, de nem lesz olyan sima, és hogy látjuk, hogy ez tényleg így lett. De amúgy én nem láttam a meccset, csak egy ilyen bővített összefoglaló, de azok, amilyen gólokat szereztek, tehát a Ibrahimovic meg a Fernandinho, de ez a kabaré gólok hát volt. Tehát ami Ibrahimovic, tehát az a City védő, amit eladott, tehát az olyan, hogy az keresztre feszítenek. Ez a bárhol. Megyei meccseken is. Igen, ott is. Ott nem, olyan, mint amikor a FIFA-ból van egy helyzet, aztán visszajátszak, és nyomod az alt folyamatosan, hogy legyen már valami, és véletlenül kirúgod, és oda basz. Jó, tényleg. Én azon gondolom, hogyha lenne egy ilyen Joker kártyám, mert be tudnám váltani azt, hogy egy meccset a BL-ből odaadok az Európa Ligába, és az a két csapat onnantól kezdve az Európa Ligába folytatja, de az a két csapat, aki az Európa Ligában játszott, az meg a BL-be, akkor ennél aktiválnám a Joker kártyámat, és megcsinálnám a Liverpool Dortmundot a City PSG-vel, mert én őszinte leszek, engem teljesen elkábított a PSG teljesítménye a Chelsea ellen. Olyan téren, hogy na, ők tényleg végre felnőttek Európához. És játszanak egy olyan City ellen, ahol láttuk, hogy ők csak szenvednek a pályán. És egyszerűen nem tudnak kialakítani semmi előnyt belőle. Tehát most nézzük már meg, most mondtátok, hogy a Fernandinho-nak meg az Ibrahimovic-nak a gólja. Ha megnézzük De Bruyne gólját, az is komikus, ahogy eljutott odáig, tehát amit David Luiz félpályán leművelt, az ami hihetetlen alaphangon, David Luiz amit csinál, az hihetetlen. Meg nézzük meg Ravi-nek azt a kipattanó valamilyen, nem tudom milyen gólját. Tehát, hogy most komolyan, hogyha valaki komolyan akarja venni, mert nem mondom, hogy a City-t, mert a City azt szerintem úgy állt ez a meccshez, ahogy mondtuk, hogy tök mindegy, csak lőjünk idegenbe gólt, ami ez a hülye felfogás. A PSG az folyamatosan most már arról lehet tanulni, hogy felnőttek a feladathoz, dehogy nőttek. Szerintem hogy az a Benfica, ami megfogta most a Bayern, megverte volna őket, de szerintem még a Wolfsburg is. Majdnem, hogy biztos vagyok benne, nem tudom, még őtök néztem még a meccset. Na hát, kicsit úgy tűnt a PSG-n, hogy inkább túl magabiztosak. Ez megint bejöhet az, ami a Bayernnél szokott lenni, hogy túl korán megnyertek a bajnokságot, és ez mennyire állt nekik. Hogy így magabiztosan vágnak neki a BL-nek, de kikapnak akkor, vagy kiesnek akkor, nem lesz akkora egy tüntetés ez ellen. De amit még úgy nagyon furcsáltam, az, hogy ugye elméletileg a Citynek most azért jó esélye van, hogy történelmet írjon, legalábbis saját történelmét megírja. Ja, hát minden nap történet ír. és így úgy álltam hozzá, hogy vezettek, aztán visszajöttek 2-2-re. Még egyszer. Ugyanaz, hogy nem egy se a vezető góluknál nem láttam azt, hogy őket érdekli ez egyáltalán, sem az ki egyenlítőkben nem láttam azt, hogy őket ez érdekli egyáltalán. Tehát én csak azt mondtam, hogy a City kiment 90 percig lötyögni. A PSG meg az, hogy fent volt az orruk az egekbe, és hát hát pedig, ha valakinek, akkor nekik ez motiváció kéne, hogy legyen. Mert azért nekik aztán BL-ben sok sikerélményük eddig nem nagyon volt, és most ugye hogy te is mondtad, hogy történelemírásnak a kapujában állnak, amik ez nem tudom mennyire értelmes így, de szóval, meg főleg úgy, hogy jön Guardiola, és ha kiderül, hogy esetleg még BL-be se indulhatnak, hát akkor megnézhetik magukat szerintem.
Nem tudom, én annyira nagyon cserzókról szól belőlem meg a Guardiola ellenes ráz, de annyira remélem, hogy nem jut a City B-jába. Annyira nevetnék. Annyira megtanulnám minden csapat, hogy... biztos, hogy olyan jó lenne az egyébként a... Nem amiatt, mert hogy azt akarom, hogy most a Citynek rossz lenne, csak... Nem azt mondom, hát akkor... Nem szeretem, amikor így szezon közben bejelentenek egy edzőt. Főleg akkor, amikor még egy olyan edző van a kispadon, aki semmi rosszat nem tett. Azon kívül, hogy nem Guardiolának hívják. Igen, tehát most csak azért, hogy az image nagyobb legyen. Na igen, de ha belegondolsz, ha mondjuk a jövőre Citynek nem kell csak a Premier League-re koncentrálni, meg a hazai kupákra, akkor még veszélyesebb lesz, és akkor ha a Guardiola tényleg jól tud erősíteni, még így is esetleg, mert ugye elvileg egy 300 milliós összeget különítettek el nekik a arab tulajdonosok, amiből igazolhat szabadon, szóval azért ez nem kis pénz, abból aztán lehet. Csak ha nem jutsz BL-be, nem kapod meg az FFP-be azt a nagy adag pénzt, amit költhetsz. Hát neked mióta érdekli az FFP? Hát muszáj. Szerintem az elmúlt szezonokban se tartották ezt be. Csak eltusolják az ügyöket. Hát komolyan nem tudom, én mondjuk nem számolgattam utána, de hát ezek minden évben legalább 200 millióért igazolnak. Nem tudom, nekem gyanús. Már FFP-t már eltörötték így csendben, nem? Mintha úgy emlékeznék. Fú, hát én nem tudom, én arról hallottam, hogy elméletileg idén nyártól törölnék el, de hogy ugyanúgy lenne egy szigorítás a nagyobb csapatoknál, de nem tudom. Na jó, akkor hát ezeket a BL meccseket úgy érzem, hogy bőven kibeszéltük. Aztán, hogy igazából talán 5 percet összesen beszéltünk eddig a meccsekről konkrétan. Akkor hasonlóan esünk neki az Európa Liga meccseknek is. Ugye van egy... ami tehát aztán, a Liverpool-Dortmund. Igen, szóval a Dortmund-Liverpool meccs az aztán végképp érke. De még szerintem ezelőtt említsük meg, ugye a Sevilla harmadjára nyerheti meg ugye egyhuzamban ezt a sorozatot, és idegenben győzni is tudott a Bilbao ellen, úgyhogy ők talán a legesélyesebbek erre a végső győzelemre, de akkor beszélgessünk. Vagyis hát főleg hallgassuk meg Patrik monológiát a tegnapi mérkőzésről. Egy rám zúdított, hogy beszéljek 10 percet erre a meccsről. 15-öt minimum. Hallod, ha már fizetünk, akkor legalább dumálj. Addig megnézek egy íjjárt anyátokkal részt, vagy valamit. De most Gyulával nem tudok vitatkozni. Én hát nem nincs, tudom. Most leszek én az elfogult Dortmundi. De akkor németül kérlek. Volt szerencsém hallgatni majd Liverpool versus Dortmund szurkoló cickákon, úgyhogy tudom fogadni majd a Dortmund oldalát. Hát jó. Na de azt mondtad, hogy nem tudsz velem mit adkozni, de miért? Ez hon, Patrik? Mert a múltkori United miatt, hogy te elmondtad, azt én elmondtam. Igen, most... Ja, igen. Most nincs társa ebbe a vitába. Na majd hát lehet, hogy kérdezek én. Akkor hajrá, legyél te a Dortmundi. Hát összességében azt tudom mondani, hogy kellemes meglepetés volt így Liverpool szurkolóként ez a meccs, mert én sokkal többet vártam a Dortmundtól, vagyis Dortmund az hozta, amit vártam, de nem olyan hatékonysággal, mert abban biztos voltam, hogy ugye Klopp azért nagyon ismeri ott a Dortmundot, meg ugye Tuchelnek a taktikáját is már régóta követi, mindig ő váltott az adott klubjánál, és nagyon a taktika az nagyon nagyon a helyén volt tőle. Sokkal kevesebb letámadást csináltunk, mert tudtuk, hogy azért a Dortmund ebben nagyon profi. Nekem úgy tűnt ez az egész meccs, mintha mi azzal a csapat ellen játszanánk, aki lehetünk Kloppal, mert azért nagyon látszott, hogy ez a Dortmund visszahozta azt, ami a Dortmundnak a pár évvel ezelőtt nagyon jó formájában is mutatott. Kis szerencse azért kellett, mert a Sakó azért hiába nyújtott jó teljesítményt, de azért voltak ott szerencsés pillanatai is, meg a Origi gólja is azért nem a legnagyobb helyzet kidolgozás volt, de így összességében több érdemi helyzetünk volt. Megvan a idegenbeli gól, ami azért nagyon fontos. Meg, de sokan elégedetlenek, mert hogy csak egy-egy, meg azért meg lehetett volna ezt nyerni, ha nem lőjük szét Weiden felett ott a második fél idő elején. De megnézve azt, hogy a Dortmundnak milyen a statisztikája, azt hiszem, hogy az ebben az idényben talán a Bayern München szerzett egyedül pontot itt.
Meg ugye már itt ugye nem szerzünk pontot kieséses szakaszba. De ugye az összes sorozatot figyelme véve egy döntetlen lett az, hiszem itt a Signal Iduna Parkban, úgyhogy azért elég nagy szó. Ahhoz képest is, hogy mennyi sérült álltunk fel. Vagy na, mennyi sérültünk van és hogyan álltunk fel. Mert nem tudom, még mit mondjak 10 perc, inkább akkor mondd el Bruce, mi a véleményed másik oldalra. Hát ez a bíró, mit Dortmundi. Ez a bíró, ez nagyon sajsze volt. Hát ugyanaz a bíró volt, aki a United elleni első meccsen. Igen, egyébként viccenki, én ahogy mondtam a Jokeres kártyát, én nagyon élveztem a meccset, én ezt is végignéztem. Szerintem ez méltó volt arra, hogy lecseréltük volna azt az Európa Liga logót, és oda tettük volna a BL logót, mert mind a két csapat úgy játszott, mint hogyha BL-ben lennének. Amit egy kicsit túlzásnak éreztem, az az, amit a Dortmund kap, hogy jóvá tették ezt, ők nekik a BL-ben a helyük, stb. Ott van a helyük, ott is lesznek jövőre, de szerintem a Liverpooltól nem szabad elvenni azt, amit ők csináltak, mert ahogy mondtad, én is úgy láttam, hogy konkrétan a Liverpool a jövője ellen ment szembe. És megmutatta, úgymond saját magának, hogy milyen hibáik lehetnek a jövőben. Tehát konkrétan most Klopp ezzel, ha most bement az öltözőbe, meg tudtam mutatni, hogy figyelj srácok, meg tudtuk venni azt, amit én csináltam, meg a Dortmundnak a menedzsereknek sosem jut eszembe a neve. Segítsetek ki. Tuher. Tehát meg tudtuk most fogni azokat a srácokat, akiknek a taktikát évekig én csináltam, és Tuher egészített ki, akkor mi lehet, hogyha ti eljutottnátok arra a szintre, és legalább én is tanulok belőle. Mert Klopp most konkrétan látta a saját gyümölcsének az ellenszerét. Mivel ő eleve szerintem tudott arról. Hát azért... Azért 7 év alatt, amit eltöltött, azért voltak tapasztalatok, hogy tudta, mi a gyengéje. Meg amit ugye előtte sajtótájékoztatóban mondták, hogy kérdezték tőle, hogy a Dortmund játékosok ki fogja elemezni az egész csapatnak. Azt mondta, hogy el tud mondani jellemzőket mindegyik játékosról, de azt ő is tudja, hogy jobbra vagy balra tudnak fordulni egyes helyzetekben, mert ezt akkor fogják eldönteni. De biztos azért tudja, hogy ki hogyan játszik. Persze azért volt sok új, például hát Weigl szerintem óriásit játszott. Hihetetlen tehetséges. Duher, ha jól hallottam, azért nem egy ilyen fiatal srácot felfedezett már, ugye a Mainzban is. Ebbe a Weigl-be ebben nagyon belenyúlt. Nem tudom, meddig fog maradni a Dortmundnál. De szerintem bőven lehet majd ráépíteni a jövőben. Az biztos. Én, tudod, mit hiányoltam egy kicsit a Dortmundból? Egy ütősebb Aubameyangot. Mert Royce fogjuk rá jól játszott. De Aubameyang nekem egy kicsit úgy lötyögött, és akkor most mondjuk azt, hogy Sakó meg Lovren nagyon jól megfogta. Inkább az egész védelem nem tudott futni, nem tudtak áttörni. Egyszer volt, amikor ugye Sakó éppen bele tudott nyúlni a Hitarian lőtt el, azt hiszem, akkor Smertre futott a télen, akkor tudtak egyedül úgy meglódulni. De tényleg ez, hogy ugye azért az ember hozzá van szokva a Premier League meccsekhez. De ahogy a Dortmund játszott, az, hogy ugye hátul mennyire sok passzal építkeznek, de ha elérik azt a támadó harmadot, akkor annyira rá tudnak gyorsítani. És nem tudom, az első hármas az valami eszméletlen, hogy össze tudott játszani. És nem tudom, hogyan tudták ennyire jól leolvasni, mert azért az mi védelmünk eléggé ingatag. De a Mignolet is jó védett, a védelem is jó volt, Origi is nagyon hasznosan játszott, viszont a középpályánk az nagyon ki lett játszva. Innen akartam. Szegény Henderson megsérült, de amikor utána főtt ellen, akkor lett az egész stabilabb szerintem. Mert ő azért nem tudom, kicsit többet futott, meg jobban le tudott támadni, mint Henderson. Sem volt annyi hely a Dortmundnak. Pont erre a meccsre akartam visszavezetni arra, amit az legutóbb, vagy nemrég beszéltünk, ugye, hogy ez egy csapatnak tudnia kell, hogy itt csak két meccset kell megnyerni, bármennyire vagy gyengébb a másik ellenfélnél, le tudod őket győzni. Tehát nem kell szebben focizni, nem kell többet birtokolni a labdát, csak be kell lőni a helyzeteidet. És a Liverpool
pontosan ezt csinálta a Dortmund ellen, mert valljuk be, nem akarok megsérteni, jelenleg a Liverpool nincs a Dortmund szintjén. Hát ez jelenleg. Szalán keretügyileg... Mondjad már ennyi, hogy keretügyileg a Dortmund erősebb, mint a Liverpool. Sokkal nagyobb sztárjai vannak, mint a Liverpool. Tehát én a Liverpoolnál, ha szupersztár gondolok, eszembe jut Coutinho. A Dortmundnál eszembe jut Hummels, Royce, Aubameyang, stb. Még talán Mkhitaryant is oda tennék. Tehát az a lényeg, hogy végülis az MSN mögött úgymond a Mkhitaryan, Royce, Aubameyang hármas a legeredményesebb. Talán, ha jól hallottam. Tehát, hogy nekik hármasnak több góljuk van, mint a Liverpoolnak összesen. Meg és ugye... Mondja. Csak ugye ez is, hogy amit mondtál, arról jutott eszembe, hogy nem kell szépen játszani ahhoz, hogy eredményesek legyünk, hogy néztem sok ilyen, ami az Arsenal TV szokott lenni, az nálunk ugye ez a Redman TV, és ott is beszélték azt, hogy például amikor volt 2 éve, vagy, ja nem, tavaly, a Real elleni BL meccsünk. És akkor mennyien mondták ott és a stadionban, hogy nem volt annyira rossz a csapatunk, de hogy ugye Rodgers helyett kellett volna egy edzővel, ami annó volt a Benitezzel, hogy vele se játszottunk szépen mindig a kupákban, de eredményesek voltunk, és most ez az érzés volt megint itt, hogy taktikával nyertük meg főként ezt a meccset, nem az, hogy egyénileg milyen tudás volt egyes játékosok mögött. Ez kapcsolatban hozzáfűzhetek valamit egy pár mondaton? Hogy így megemlítetted a taktikát, mert hogy néztem, hogy egy-egy lett a meccs, és utána, tehát ezután egy-egy után egy elgondolkoztam egy pár dolgon, mert én is őszintén azt vártam, hogy a Dortmund simán nyerni fog, főleg azután, hogy gyakorlatilag a Tottenhamen átgyalogoltak minden gond nélkül, mondjuk utána így egy-egy után azon is gondolkoztam, hogy azért az is egy kicsit csalóka volt, mert ugye az első meccsen nem a legerősebb csapattal álltak ki, utána meg már gyakorlatilag minden mindegy volt. De hiszen az, hogy ugye a meccset nem láttam el, is csak egy ilyen bővített összefoglalót láttam, hogy tényleg azért a Liverpool azért rendesen kidolgozta helyzeteket. Volt egy olyan időszak, valami 1 percemből 3-szor kapura lőttek. Tehát ugye igen, volt, igen. Amikor ilyen nagyon, nagyon nyomtak. Tehát tényleg baromi jó meccs lehetett, sajnálom, nem tudtam megnézni. Csak ugye egy-egyek kapcsolatban, hogy tényleg ez van, hogy bármi lehet, és igazából gyakorlatilag most a Liverpool van előnybe az idegenbeli góllal. Tehát most azon gondolkoztam, hogy még tovább is mehetnek, tehát most tényleg az a helyzet, hogy bármi megtörténhet. És viszont, hogyha tovább mennek, csak gondolkoztam, hogy akkor viszont ugye kiesett a Dortmund, akit most, illetve ezelőtti meccs előtt még szerintem mindenki favoritnak tartott. És viszont most ugye a Sevilla meg a Villarreal is elég jól megy, tehát valószínűleg ők is ott lesznek. Szerintem a spanyol csapat biztos ott lesz a döntőbe. És csak feltételezem, hogy nagyon nem szeretném, hogy természetesen hogy Liverpool nyerné meg a Európa Ligát, de csak most ugye múltkor is beszéltünk erről, hogy mi kell mondjuk a Premier League-nek, illetve az angol csapatoknak, és ugye a taktikával kapcsolatban ugye pontosabban arra visszatérve, hogy Klopp például lehet, hogy ezt már most meg tudja mutatni, vagy már is megmutatta gyakorlatilag egy bizonyos minimális szinten, és lehet, hogy ezt még jobban be tudja majd mutatni jövőre, illetve a következő években, hogy kell valami változás, tehát a taktikával kapcsolatban. Lehet, hogy a Premier League-en belül meg fog maradni ez a gyors, ez a fizikálisabb játék, de viszont, hogyha Európába akarnak valamit elérni az angol csapatok, akkor változtatniuk kell, és szerintem ez az elsősorban taktikai szempontból kritikus, és Klopp ezt most bemutathatja, és lehet, hogy be is fogja. Mert például ugye a angol csapatoknak a BL-be, tehát így most így személyes élményeim alapján, meg United szurkolónként, meg hogyha megnézzük a City-t például, az Arsenal-t, igazából összes angol csapatot, tehát a spanyol csapatok ellen esélytelenek az angol csapatok. Tehát állandóan az elmúlt években rendre megverték az angol csapatokat. És most erre kíváncsi lennék amúgy, hogyha például tovább jut a Liverpool, akkor kíváncsi lennék, hogy mit tudna mutatni például Klopp, mit tudna húzni egy Sevilla vagy egy Villarreal ellen,
akik azért elég jó ebbe a sorozatba. Szóval szerintem baromi érdekes lesz ezt megnézni. Hát, és mindezt úgy feltételezve, hogy tovább lépnek a Dortmundon. Tehát azért hát, igen, azért az a legnagyobb lépcső. Utána már akkor nem lesz olyan nehéz, ha Dortmundon tovább lép az ember. Én még azért a Sevillát nem. Azért mondom én is, hogy a spanyol csapatok még trükkösek lehetnek. Igen, a Sevillát szerintem még nagyon kihívás, mint az angoloknak nagyon nem fekszenek, de mondtam, hogy ezért... Az angoloknak, most a Sevilla úgy szerintem, pont ezt mondtam, hogy a Sevillának most minden megvan, ami már... Persze, de csak most a Liverpool szempontjából, hogyha például összekerülnének. Tehát még azt mondom, hogy Villarreal is elég necces lehet. Az elég trükkös csapatok ezek, tehát a spanyolok. És legyen a Spartapra, arra ki is tudok menni. Ez az. És akkor sorsoljuk a Liverpoolnak következő ellenfelét, és akkor így, hát Szevi, és akkor Patrik játékban, arra nem tudok kimenni, és visszacsomagolják, Sparta. Addig húzzák minket, nem jön ki. És akkor így háttérben csak így, köszi. Nem egyébként, ez bután hangzik, nem tudom, lehet, hogy nagyon elfogult vagyok. De engem tény sokkal van izgat az Európa Liga jelenleg, mint a BL. Biztos, hogy érdekesebb. Nem tudom, engem jobban megfog most. Tavaly még azt mondom, hogy nem, mert azért jó kis meccsek voltak ott, meg a döntő is jó volt. Meg azért úgy csináltam, idén, még amikor a Chelsea is bent voltak, és úgy voltam bele, hogy tök jó, Arsenal, Barca, minden, de úgy, hogy ott, ahogy beszéltük, hogy ott azért tudod, hogy ki fog tovább menni. Viszont az Európa Ligának sokkal jobban megvan az a hangulata, mint a régen a BL-nek. Hiába erősebb a Dortmund a Liverpoolnál, fogalm sincs, ki megy tovább. Tippet sincs. Ahogy a Sevilla Bilbaónása. Szóval én szerintem most az Európa Liga sokkal nagyobb élvezetet hozhat egy olyannak, aki nem szurkol egy adott csapatnak épp a sorozatnak. Teljes mértékben egyetértek, de kicsit az szerintem az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy ugye mi az angol focért vagyunk oda, ebből kifolyólag pedig ugye a csapataim már nem érdekeltek a legnagyobb európai kupa sorozatba, és valamilyen szinten rossz szájéz miatt is nem érdekel, vagy válnak érdektelenné ezek a bajnokok ligája meccsek, és ez is okozhatja azt, hogy inkább az Európa Ligára fókuszálunk, még hogyha már onnan is kiestek azok a csapatok, akik Angliát képviselik. De azt viszont aláírom, és egyetértek azzal a gondolatmeneteddel, miszerint sokkal kiszámíthatatlanabb ez az Európa Liga. A színvonal évről évre szerintem is nő, és egyre komolyabban veszik az induló csapatok, lévő csapatok is ezt a sorozatot, hiszen a tétje nőtt meg azzal, hogy behozták az, hogy ugye aki megnyeri az Európa Ligát, az következő évben főtáblán, ha jól emlékszem, főtáblás lesz a bajnok ligájában. Igen. Így ez igen komoly tétet adtak az egésznek. Most amúgy erre eszembe jut ez valamit, hogy szerintem, ha Liverpool bejutna a döntőbe, nektek az lenne a legesélyesebb, vagy a legjobb dolog, hogy hagyjátok a Sevillát nyerni. Igazából, ha a Sevilla és a Liverpool bejut a VL döntőbe, onnantól kezdve a Liverpoolnak nyert ügye van. Mert ugye, ha nyernek, bejutottak a VL-be, ha kikapnak a Sevilla alaphangon megy a VL-be, akkor a Liverpool megy helyettük. Azt hiszem, most pont ezen gondolkodtam tegnap, hogy mondom, ez hogyan lenne, de akkor lehet amúgy... Szerintem ugyanúgy, mint az FA kupa szokott lenni a Community Shield esetében, hogyha ugyanaz nyeri a bajnokságot, mint az FA kupát, akkor aki másik lett a bajnokságban, az megy a Community Shield-re. Hát nem tudom, szerintem lehet az, hogy valamelyik bajnokságnál egyen lejjebb tolják a érvényes helyeket. Nem mindegy, ezt majd eldöntik. De meg kell addig nyerni. Amúgy még a meccsel kapcsolatban az egész hangulat, meg a nem csak a közös jó éneklés, hanem a meccs előtt is nézegettem, hogy a Liverpool meg a Dortmund szurkolók együtt értették, ugye Kloppot, együtt mentek a meccsre, semmi verekedés, ugye
egymással beszélgettek, szóval ez is azért jó példa volt minden többi klub számára, hogy azért ilyen létezik. Na persze, arra számítottak, hogy simán nyernek azért, úgy könnyű barátságosnak lenni. Így meccs után jöttek a hírek, hogy ilyen 4 halott Liverpool szurkolottak a metróban, akiket nem engedtek fel bőrszínük miatt, úgyhogy rohadjon meg minden angol szurkoló. Egyébként igen, tehát, hogy mondjam, most ez szép meg jó, de mi van, hogyha mondjuk nem Klopp az edzőtök, szerintem akkor... Tehát most úgy, jó, ez morbid lesz, de most úgy minden összejött sajnos ugye a szurkoló halálával is, hogy most ez a két nagyszívű szurkolói klub összeölelkezzen, és akkor közösen énekeljék a You Never Walk Alone-t, meg stb. De nem vagyok benne biztos, hogyha mondjuk az a szurkoló nem hal meg, vagy nem Klopp az edző, akkor ez ugyanilyen nagy haveri kapcsolat lett volna. Most akkor érted, mert akkor most ott azon a téren, ahol közösen énekeltétek Kloppnak a nevét, ott mit énekeltek közösen, hogy itt jó, hát az persze az oké, Marco Rossi, van jó, vagy nem. Nem, de azért a stadionban is az a You Never Walk éneklés szerintem már az összekötti a két klubot. Meg a, eleve a stílusa, meg a, hát a történelme hát is fogjuk rá. Meg úgy nagyon sok minden egyezik, szóval én nem társklubi, mert azt tudom, hogy a ilyen társklubi kapcsolata a München Gladbach-kal van, Németországból. De azok most így, között... csak így gyorsan a Liverpool, mert most a társklubja, azon annak az a... Hát már ilyen, hogy ilyen ifiket hoz föl innen-onnan az Norvégia... Nem úgy, ilyen történelemben, mert... Tudom, hogy mindegyik csapat van. Chelsea-nek tudom, hogy a Rangers. United-nek, nektek... Fradinak a Celtic. Ez az. Matér. United-nek, nektek... Jó, ez hülyén hangzik, de nektek a City-vel volt jó kapcsolatotok a müncheni tragédia után? Ja, ott... hát az, hogy nem tudom, megmondom őszintén, hogy most... Nem vagyok ebből felkészülve, ugye a történelem. Annyira emlékszem most így kapásból, hogy amikor ugye a világháborúban, ha jól emlékszem, lebombázták az Old Traffordot, akkor a City megengedte, hogy az ő stadionjukban játsszuk le a bajnokikat a későbbiekben. Igen, de ahhoz hozzátartozik az is, hogy a szövetség igen, két döntése értelmében, de persze ugyanúgy hozzájárult a City-nek, a Manchester City-nek a vezetősége is ehhez. És akkoriban, ahogy olvasgattam ezeket a dolgokat, a történeteket, a Manchester City vezetősége, a szurkolói is mind a United mellé álltak, szóval abszolút pozitív volt az ő viszonyuk ezzel a tragédiával kapcsolatban. Igen, meg a legnagyobb ajándék, amit nekünk adtak, az Ryan Giggs. Tehát azt még egyszer köszönjük szépen. Meg visszanosztáltak Kasper Schmeichelt. Jaj. Egyéb nem vissza, bocsánat, Patrik, ahol tartottál. Mondd azt, hogy még emlékszel? Nem emlékszek semmire ma. Csak hogy testvérklubi hangulatot mondtam. Ja, nem tudom. Testvérklubi, hát... Az a baj, ilyen sok van ilyen konkrét, amit ki lehetne mondani, az nem nagyon van. Hát talán a Celtic nálunk is. Nekem mindig a Dortmund rém lett, hogy régebbről. Nem tudom miért. Persze, hát még Rolls Liverpool mezőn. Nem tudom, így kimondottan nincsen ilyen. Ha most... Most ez így annyira szemültött a Liverpool Dortmund, és annyira el fogunk kanyarodni, és annyira sajnálom, és annyira sokszor mondtam ki, hogy ennyire. Csak most így eszembe jutott, ha most választanatok kellene egy kupadöntőt, és egy csapatot, ami a ti jelenlegi csapat, kedvelt csapatotokkal összetudna hozni egy élvezetes döntőt, legyen az, hogy vagy a foci a pályán élvezetes, vagy maga a hangulat, hogy jelenleg játszana, akkor még kupadöntő lenne az, és ki ellen? Most kezdjük a United-esekkel. Gyula vagy Tami, amelyik ütök jobban ráharap. Ez érdekes. Most én az FA Kupa döntőt választanám, és egy Chelsea ellenit. Ugyanis a 2007-es
FA Cup döntőnek szeretném, és jó lenne, és a 17-es FA Cup döntő visszavágójának az abszolút beillene. Tudom, hogy a Manchester City... Igen. Tudom, hogy a Manchester City elleni Manchester City-t vagy Liverpool-t kellene mondanom, de mégis nekem ez... Nekem az egy kicsit fájó, még a mai, mind a mai napig, szóval én erre tenném le a szavazatomat. Gyula? Egy Arsenal United BL döntőt megnéznék ma, akkor tudnám nyugodtan nézni a döntőt. Akkor biztos lennék benne, hogy megnyernénk a következő BL kupánkat, úgyhogy az jó lenne. Te, neked gondolom, Patrik, Európa Liga döntő, megtippelem Európa Liga döntő Liverpool-dól. Hát nem pont a Európa Liga, akkor már Bajnokok Ligája. De a Liverpool-dól mondod azt. Igen, meg a United. A United ellen egy FA Cup-a döntő inkább. Az is jó lenne. Vagy ilyen bajnoki döntő, mondjuk úgy, hogy mind a két csapat első két helyen ugyanannyi ponttal. Az durva lenne, igen. Most mondanám, az a baj, hogy nem. Amúgy még évben volt az, hogy a Chelsea meg United ugyanannyi ponttal állt, és ti megnyertétek a meccseteket, és amiatt lettetek bajnokok. Fogalmam sincs. Arra emlékszem, amikor gólkülönbség miatt ugyanúgy beszívtuk a City ellen. Nem, én nem emlékszem, arra, hogy volt egy bajnoki döntő, a United játszott a fogalmam sincs kivel, és nem adta, még az Eurosport 2 adta a Premier League-et, és emlékszem, hogy nem adták a Chelsea meccset, és leültem nézni a United-et, mert tudtam, hogy ha a United kikap, a Chelsea meg nyer, akkor ők a bajnokok. És nyertetek? Everton-Manchester United meccs volt, ja. 2-0 volt a fél időben az Everton számára, emlékszem, még Phil Neville is betalált, aztán 4-2-re megfordítottuk a mérkőzés, Chelsea pedig a Boltonnal játszott, és kapott 1-0-ra. Vezettünk mi is 2-0-ra, és 2-2 lett a végül, úgyhogy végül nem pont egyenlőséggel lettetek bajnokok, hanem gólkülönbséggel. Vagy mi az pont előnye. És akkor ugyanerre eszembe jut az is, hogy ugye amikor mi lettünk a Ancelottival első bajnokok, akkor is ugyanott voltatok 3 pontra tőlünk. Tehát, hogy annyira hiányoznak ezek a bajnoki döntők. Most így Patrik eszembe hozott, hogy utóbbi időben olyan sima a Premier League. Nem, jó, sima. Jó, most nem az, de már lassan ott tartunk, hogy megint tudjuk az utolsó 5 fordulóval ki a bajnok. Visszatérve egyébként a eredeti kérdése, Mátének ez az álommeccs, álom ellenfél? Fő. Egy élvezet, ami tudod, hogy tűkön ülnél, és tudod, hogy esetleg esélyünk van. Mondjuk jó, mondjuk most a Chelsea-nél az eléggé. Hát nem is tudom. Hát ez nehéz kérdés most. Hát most, ha az idei idén nézzük, akkor mondjuk egy Strawberry elleni ligakupa döntő esetleg, amit összejött. Egyébként, hát a jövőben természetesen egy BL döntőt mondjuk a valamelyik angol csapat ellen, úgyhogy hogy az elődöntőben ismét a Barcelonát ejtjük ki. Csak így most erre a Dortmund-ével. Mondjuk egy United elleni BL döntőt már csak azért megnéznék. Igen, nekem is az, mert annyira ugye, akarok egy United-t. Mert ugye az egy kicsit csúnya volt, amikor... De én nem amiatt a 2008 miatt, csak ha lenne egy United Chelsea BL döntő, akkor tudnád, hogy a Premier League visszajutott oda, ahova. Hát igen, egyébként ez is egy jó ok rá. Akkor tudod. És most bármilyen rossz formában van a Chelsea meg a United is, egyik mióta itt van Abramovich, mondjuk úgy, nincs olyan Chelsea United, aminek megmondod a végeredményét a meccs elején. Mert ahogy mondta Gyula is, hogy Arsenal United van, meg Arsenal Chelsea, amikor megmondod, hogy jó, most ez megvesz, de a United Chelsea nincs. És azt a meccset én a bármilyen kupa döntőben megnézném. De csak hogy változzon a hely, én egy, amit most beszéltünk, utolsó fordulós bajnoki címért, utolsó forduló, mint United Chelsea, és aki nyer, az a bajnok. Hát az gyönyörű lenne. Az meg, hogy az Old Trafford vagy a Stamford Bridge, az édes minden. Hát én már most jelenleg annak is örülnék, ha jövőre a Chelsea beleszólhatna egyáltalán a bajnoki címbe. Nagyon hirtelen elszomorítok szezonon. Még idén is, mert idén már nem. Hát idén már semmiféle. Idén már nem játszunk a Leicester. De hirtelen elszomorító
szezon vagyunk túl, úgyhogy igazából tényleg most bárminek örülnék, ami egy kicsit is sikernek könyvelhetően. Nem depi hangulat. Hát igen, így a végére. Most én még a depi felelős. Na, srácok, nem tudom. Cigi szünet. ne is mondj. Ne kísérts. Igazából gyakorlatilag sok mindenről beszélgettünk, a kerete ugye akkor is így megmaradt a Bajnok Ligája és Európa Liga, és szerintem az összesen a meccsekről, talán a Dortmund meccsről beszéltünk a legtöbbet. Kétszer annyi, mint a BL meccsekről. Itt is akkor itt is kijön az, amit mondtuk itt hárman is, hogy azért lehet arról többet beszélni, mert egyszerűen azok élvezetesek, tehát amikor leültünk megnézni a Dortmund Liverpoolt, azok, akik nem szurkolnak egyik csapatnak se, én, akkor mondom úgy, hogy én amikor leültem megnézni a PSG City-t, egyáltalán nem érdekelt ki nyer, viszont a Dortmund Liverpoolnak konkrétan 90 percig elveszettem egy jó focit, egy jó foci meccset. Érdekelt. És akkor itt van az, hogy erről szívesen beszélsz, ha valami jó, meg szép emlék, az unalmasról még nem nagyon tudsz. Hát igen. Na jó. Akkor legyen úgy, hogy most egyenlőre ennyi, ha senkinek nincs ellenvetése. És akkor találkozunk a jövő héten így veletek is, meg a hallgatókkal is. Jövőre is ugyanilyen jó lesz, vagy még talán jobb lesz. Jövőre? Miről beszélj jövőre? Még idén lesz podcast, srácok. Jövő héten debütálok. Ja, megfáradtam. Na, akkor köszönjük szépen. Ja, és tényleg az adás végére ezt már az elején akartam mondani. Van egy kis gigszer az iTunes-szal. Ugye valamiért eltűnt egy pár adásunk onnan. Ezeket minél előbb pótoljuk, valamint megpróbálom úgy esetleg sorba rendezni valahogy, mert az első rész, meg a 7-től talán a 10-ig hiányzik, meg a 21-től talán a 23-ig, de ebben nem vagyok biztos. Szóval hiányzik, nagyjából az adásaink egyharmada hiányzik, és nem tudjuk egyszerűen, hogy mi történik az adatbázissal. Valami ott lehet, valami gigszer, úgyhogy ha esetleg valaki feltölt az adatbázisunkat, az ennyi, ne csinálj többiet. Nem örülünk neki egyáltalán. Továbbra is várjuk a pozitív visszajelzéseket, kommentek formájában, esetleg küldetek csillagokat iTunes-on, mert még mindig nincs annyi csillagunk, hogy megjelenjen egy folyamatos értékelés, úgyhogy akkor szevasztok, találkozunk a jövő héten is. Hello, sziasztok!